La vida es competición. Hay que sonar la campeón. La copa es la tensión. De por el van y sancio. I'm gonna feel that hit. The run is actually free. No, I can hold you down if you really want me. Just be your destiny. I'll bend you, catch your feet. Reach for the cup of fire. És Hevesi Tamás! És köszönjük szépen a labdazsonglőröknek! És a tánckarnak! Meg mindenkinek, meg természetesen nem csak a tánckarnak köszönjük, hanem szurkolunk az Európa-bajnokságon a magyar válogatottnak. Közben le kellett vennem nekem is a zakótberit oldalt, én is bogyóztam egy picit, labdáztam, úgyhogy megizzadtam. Nem akartam itt oroszlán módjára feljönni, hogy azt érezzétek. Nagyon június, ügyesek voltatok. Június 9-én egyébként a TV2-től láthatják a Magyar Csapat című dokumentumfilmet, ami a válogatott elmúlt 4 évét követi nyomon. Na, hát. Igen, kedves zsűri. Ez mondjuk ez a Cheyenne Blues, ez egy kicsit elvitte a szememet. 15. Lajos, nem? Tehát ő is itt volt. Az Elton Johnos produkcióban maradt itt, tudod? Nagyon-nagyon érdekes. Láttam, hogy az Edina viszont nagyon elemében érezte magát, nagyon jót is, ráadásul nagyon jól is énekeltél. A Tomi meg egy ilyen futballdruckerből felfejlődött Mariachi, azt tőled megszokott magas színvonalon toltad, hibátlan. Hol van neki ilyen magas hangja? Ne, hát a szín... Ez valami elképesztő, hogy hol tűzte ott éneket. Nyomjál még egyet? Arriva la sefalla birra, yeah! Aj, édes jó Istenem! Mengő hangnak se rossz. Fugyi csorgató. Kívülről nézve egy picit olyan volt egyébként nézve a táncos produkciót, mint szoktak ilyet csinálni a tánciskolában, tudod, mikor a végzős kap egy kezdő hallgatót, tudod. És ugye az Edina nagyon tolta, te meg körülötte bokláztál, egy kicsit vegyítetted egyébként minden tánclépésedben volt egy pici csárdás. Láttad én? Jött. Ez a manakori. Ez az mi? Aha, sejtettem, hogy valami olyasmi lesz. Jó volt, figyelj, lendületes volt, baromi jó volt. A latin az annyira nincsen benne a véredbe, de a végtelen vibrátók világába azért most is egy picit betekintettünk. Nagyon jó volt, nagyon jó volt. Igen, majd mindenképpen nézd vissza interneten, hogy a feleséged Tibi mögött mit gondolt erről az egészben. Múl hátul egy kicsit zúj, hogy jó, majd otthon azért ezt újra vesszük. Ezt a hát benne volt picikét a Nem Baj Tamás, tehát hogy ez a... Kuki? A spanyolok azt mondanak, hogy muy bien, ez azt jelenti, hogy nagyon jó. És nagyon féltékeny vagyok, mert ti, mikor mondjatok ezt a szó franciul, hogy allé, 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 nincs akcentus. Én hiába próbálok szépen beszélni, nekem mindig akcentusom van, szóval az a allé, 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 ez nagyon tetszett. Hangulat volt, őrületes foci hangulat, jók vagytok. Tomi, imádlak, mert mindig jól ez a magad színpadon. Edina, hát most mit lehet mondani egy férfi szemtől, hogy... Atya, úristen, ó, la, 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 ó, na is, mert nem is nézem inkább. Na jó, van, szuper voltatok, imádlak benneteket, tényleg. Benne sápadja, ne is nézni inkább. Edina, felmerül a kérdés, mert ugye a Hevesi Tomi azt kevesen tudják, vagy lehet, hogy sokan tudják, de hogy ő edzősködik, edző valójában. Sajnos nem az Újpestnél, egy egész másik csapatnál dolgozik, de hogy ez még belefér abba, hogy szurkoljak sokan neki. Láthattad. Igen, sajnos láttam a kis filmben, hogy tele volt termék megjelenítéssel a sasok iránt, de hogy milyen edző volt a Tomi, arra lennék kíváncsi, hogy így ez alatt a 9 hét alatt. Hát nyilván fantasztikus, csak a legjobb lehet mindenben. Ó, de szép. Hallottad? Könnyeim megküzdök. Reménykedjünk abban, hogy nagyon jó edző volt, és a nézők tovább szavaztak benneteket, úgyhogy menjetek is az öltözőbe, és készüljetek a lehetséges harmadik produkcióra.